Kezdjük el! Sziasztok, itt Attila, ez pedig a GameHolom csatorna 7 Days to Die sorozatának 24. része. És megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy mit kéne csinálnunk. Most így hirtelen, ahogy elindítottam ezt a felvételt, így voltak tervek a fejemben, de így el is felejtettem őket, tehát így meg is szűntek mindegyik. Jó, oké, azt hiszem meg is van, hogy milyen projekthez fogunk hozzáfogni. Gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne bevédeni a kertet jobban. Illetve jöttek kommentek, és azokat így egy picit így összefonva. Tehát volt például egy olyan komment, azt hiszem Gratek nevű kommentelő írta, aki arról írt, hogy megszüntethetnénk ezt az alsó részt valamilyen szinten, és fentről ilyen catwalkokkal védhetnénk be. Na most ez elgondolkodtatott, és ahelyett, hogy az alsó szintet szüntetném meg, helyette inkább arra jöttem rá, mi lenne, hogyha az itteni külső falakra, a kert falaira raknánk felülre catwalkot, a rácsokat eltüntetnénk, és helyette később majd fal lesz helyette. És hogyha megtámadják a falat, akkor a catwalkra kimegyünk, ugye? És akkor tudjuk őket támadni. Mert most jelenleg az a problémám ezekkel a rácsokkal és ezzel a fajta fallal, hogyha visszaemlékeztek, akkor itt történt egyik alkalommal, de azt hiszem máshol is, hogy konkrétan ráugrottak egymás tetejére a zombik, és átugrották a kerítést. És ja, az nem a legjobb, annak nem örülök annyira. Mert alapvetőleg jó lenne ez a rész itt úgy, hogyha kijövünk, akkor itt nyugiban tudjunk farmolgatni, tehát így a kerttel foglalkozni, úgyhogy ne kelljen aggódni. Illetve ezen kívül még az volt, mondtak egy perket, ami nagyon tetszett, viszont nem tudom melyik volt az, most itt hirtelen nem ugrik be, viszont minek hívják? Living of the Land, ez lesz az szerintem. Wild or Planted Corpse, nem a korpszokból, azok a hullákat jelentik, crops azokból, szóval növényekből. Ez azt jelenti, hogy két darab itemet kapunk majd a növényekből. És farm plot cost, tehát az ilyen farm terület készítése 30%-kal kevesebb lesz. Az nagyon király. Illetve nézzük, hogy még itt hátha tudok valamit itt fejleszteni, mert ezek jók. Ez mit ad? 20% pluszban. Jó, igen, az nagyon jó. Tool damage. Legyen inkább ez most. És akkor még több nyersanyagot tudunk termelni majd. Szóval, kezdjük is el akkor ezt az átalakítást itt. Jó, közben igazából rájöttem, hogy valami kevés fánk van arra, hogy ezt a catwalkos átalakítást megtegyük. Mert egyébként azon is gondolkodtam, hogy eltüntetni egy az egybe eltüntetni a falat a kert körül. Hogy ne védjen be, csak a közvetlen falat, a ház közvetlen falát körbe. Viszont ezzel az a problémám, hogy ha a kertben vagyok, akkor nem szeretném, hogy esetlegesen megtámadjanak úgy, hogy nem figyelek. Kutyák ránk rohanjanak, futós zombik ránk rohanjanak, vagy az általában megjelenő medve ránk rohanjon, mert nem tudom miért, de valamiért ide leszpónol minden egyes alkalommal egy medve. És akkor ebből jött az az ötlet, hogy jó, akkor marad a fal, de hogyan védjük be a falat? Nem szeretnék ilyen kiálló részeket a falra, mert akkor az növeli a felületet, ami köré védelmet kell pakolnunk. Szóval az tűnik a legjobb ötletnek, hogy készítünk ilyen catwalkot a tetejére, és akkor azon lesznek ilyen kiálló kis szögellések jóformán, amik ugye megengedik nekünk, hogy kiálljunk oldalra, és akkor tudjuk lőni azokat, akik ott ütik éppen a falat. Ez a védelem egyébként nagyon, nagyon király egy cucc. És láttam, hogy vannak olyan skillek, nem ez az, várjatok, Robotic Inventor, ez például, és ha ezt felfejlesztjük, akkor 18 méterig tudnak aktívak lenni, és kettőt is le tudunk egyszerre aktiválni. 18 méter, mondjuk az a helyzet, az sem olyan túl hosszú. Ezen még gondolkozom, ez nekem tetszik, ez a robotos cucc, hogy így automatikusan intézi el a zombikat nekünk, és ha jól láttam, akkor kapunk ugyanúgy XP-t. Viszont az egy problémám van vele, hogy ez a 18 méter, ez nem hangzik túl hosszúnak, hogy is mondjam, tehát ilyen túl közelinek. Hogy fogalmazzak? Szóval, hogy nem,
nem hat olyan messzire, amilyen messzire egy gondolnám, hogy esetleg hasznos lenne. Közben végre lekacskaringózok innen a tetőtérből, aztán be ide a kertbe. Jó. Nem lett olyan sok fánk, de szerintem elegendő lesz. Catwalk. Egy 50 darabot már kezdünk is lekraftolni. Meg kell egy pár wood block is nekem. Egy 5 darab. Úgy, és most várunk. Ameddig várunk, ezeket elkezdem szétütni. Mert ezektől előbb vagy utóbb meg kéne szabadulnunk ahhoz, hogy a kertet átalakíthassuk teljes kerté. Illetve közben eszembe jutott még valami, amit igazából meg is ejthetünk már most rögtön. Valahogy át kéne alakítanunk a házat, ugye? Úgy, hogy erre a catwalkos tető részre rögtön ki tudjunk menni innen fentről. Tehát ne... Jaj, ez nem az az irány. Tehát ne úgy vezessen út, hogy onnan lentről lehessen fölmenni, hanem minden lehessen fölmenni. Merről lenne a legjobb? Akár erről lehetne, vagy... nem, erről. Erről így. Ide egy lépcsőt leépíteni, és itt végigvezetni. Úgy. És akkor lehetne mondjuk a túloldalra is kéne egy felvezetőt. Erre mi van? Azt hiszem ez lesz az az a lyuk, amit ki szeretnék ütni. Mindjárt meglátjuk. Majdnem ez az. De nem baj nekünk, mert azzal, hogy ez majdnem ez, az nekünk bőven elegendő. Oda nézzetek, akkor itt is lesz egy kijárat oda. Igen, ez így jó lesz. Oké, hogy akarom? Várjunk, válasszunk egy catwalkot. Kell egy lefele. Ezt kívülről lehet könnyebb. Ó, ne. Ezek ilyen fél blokkok? Ezek fél blokkok. Aj. Szét kellene verni az összesnek a tetejét ahhoz, hogy jól nézzen ki. Itáig fel tudnak ütni viszont. Vagy nem verjük szét. Rá tudok egymásnak a tetejére rakni fél blokkokat? Nem, mindenképp szét kellene verni ezeket a fél blokkokat. Oh. Már megint szétverek ilyen nagyon-nagyon erős dolgokat. Ez a videó semmi másról nem fog szólni, csak egy órán keresztül verem a köveket. Na, szóval úgy látom, hogy körvonalazódik itt, hogy hogyan lesz az egész. Szóval ilyen kiálló kis részei lesznek, amit láthatjátok. És akkor innen le tudunk látni, és akkor le tudjuk őket lőni a fal mentén. Ezzel a részsel még itt gondolkozom. Lehet, hogy ide is készítek egy ilyen kijárószerűséget, vagy nem tudom minek nevezem, ami ott is van. És minden ilyen sarokba rakunk ilyen kiállást. Még amint látjátok, még nem fejeztem be teljesen. De ja, egész jól haladunk. Annyi a nagy nehezítés ebben az egészben, mert rájöttem, úgy oldottam meg végül, hogy látjátok az ilyen félblokkokat, azokat úgy kihagytam. Az úgy annyira nem érdekel, és így a köztes részeket csináltam meg csak. Így azért viszonylag elég stabil. Azt hiszem a fél blokk is egyébként tartja maga fölött. Csak hülyén néz neki, hogyha mindenhol így csináltam volna meg. Jaj, kibírta. Azt hittem, hogy nem fogja kibírni ez a,
ez a csákány addig, hogy elkészüljünk itt velük. Még kettő kell, és közben rájöttem arra is, hogy ezeket még tovább is kéne fejleszteni. Oké, ameddig arra várunk, hogy elkészüljenek a cobblestone-ok és befejezhessem a fal fejlesztését, van egy valamit, amit el szeretnék készíteni. Cement, mixer, forged iron, spring, engine, mechanikai alkatrész. Nagyon jó, ez mind megvan igazából nekünk. Szóval, hogy a viharban ne készítenénk el? Ott van. Hú, mennyi forged ironunk van. 3 perc, 40 másodperc, de itt kell készíteni amúgy is, jó. Elkészít, akkor készítsen még azt a maradékot, köszi, a többit nem kell. A többire most nem lesz szükségünk. Egyelőre legalábbis. És akkor ezzel tovább tudjuk fejleszteni, ha minden igaz, a kőfalainkat. Mert ehhez kapunk ilyet, mint ami ide is szükséges. És közben egyébként arra is rájöttem, hogy ezeket is érdemes lenne továbbfejleszteni kővé, mert ezek a pillériei, az alapjai a házunknak. Szóval, hogyha esetleg bejutnak, akkor ne csapkodják szét alólunk a házat. Ó, jaj. Kicsit korán kerültem a síromba. Nagyon jó, az összes tovább lett fejlesztve. És igazából majdnem kész is vagyunk ezzel az ilyen ket... Nevezzük nevén egyébként. Cica sétálónkon. Tehát majdnem megvan a cica sétáltatónk. Nem is cica sétáló, cica sétáltató. Tudom, hogy nem catwalker, de jobban hangzik a cica sétáltató. Illetve, ha már ezt itt nagyba csináljuk, akkor fejezzük is be ezt a feljáró-lejáró részt itt. Ehhez nekem az kell, hogy legyenek ilyen lépcsők. Így, és ez a feljáró igazából kész is van. Tehát ide nekünk nagyon nem is kell semmi más. Nagyon jó. Hát srácok, egy napot beleöltem ebbe az egészbe, hogy ezt itt elkészítsem. De azért meg kell mondanom, egész jól néz ki. Egész kis ilyen védetnek tűnik ez a hely. Ezt továbbfejlesszük, mert attól félek, hogy mostantól majd számítatok arra is, hogy azon a felmásznak ott a lépcsőn, és akkor ott bejönnek. Ez mennyi idő? Ez másfél perc. Van még más, amit meg kell csinálni? Igen. Van. Ide kell egy ajtó. Ide bizony kell egy ajtó. Mert ez is egy nyílás itt az épületünkbe. Hogyne. És ha már itt tartunk, akkor fejezzük be ezt is. Megmondom őszintén, amire következőnek pontot fogunk pakolni, az az, hogy ezek a munkáseszközök többet sebezzenek, mert megmondom őszintén, hogyha ezeket a köveket mind le kellett volna vernem darabja 2500 élettel, azt hiszem itt törekszek meg. Előbb vagy utóbb viszont szükségünk lesz olyanokra, amik ilyen drótkerítések ide fentre. Így ezeknek az oldalára így ráhelyezve. Remélem mondjuk azok nem sebeznek minket, mert az úgy elég ciki lenne. De hogy amiatt kéne, mert hogy vannak ugye mászós zombik. Elfogyott a cica sétáltatunk, és ezért üvöltött egyet a karakterünk.
rémületében. Hopp, és most ütöttünk is egyet a földbe. Jó, szóval, hogy erre, ezekre a helyekre igazából simán felmásznak az ilyen zombik, amelyek tudnak mászni. És ja, ugyan nem jutnak be hozzánk, hogyha nem vagyunk idekint. De jó lenne, hogyha amikor másznak fel, akkor belassulnak, és tudok rájuk reagálni. Viszont figyeljetek, tehát kész is vagyunk ezzel. Én azt hittem, ez azért egy picit hosszabb időbe fog telni. De bevallom teljesen őszintén, egészen elégedett vagyok vele. Kifejezetten tetszik az alkotásom. Na nézzük ezt a cement mixert. Hova helyezzük? Na te asztal. Azt hiszem, hogy eleget voltál itt. Pont ide illik. Teljesen oda illik. Oké, nézzük, hogy így... Concrete mix. Aha, cement kell hozzá, crushed sand. Crushed sand, azt marstone-ból is lehet készíteni. Jó, ez nem úgy néz ki, mint hogyha most lenne egyébként. Hogy ezt most fogjuk megcsinálni. Ezt lehetséges, hogy egy picit jegeljük még majd a következő részekben valamikor. Valamit akartam még. Akartam még valamit? Ja igen, tudom, mit szerettem volna még. Repair kitre van szükségünk. Forged iron meg duct tape. Nagyon jó, az iszonyat olcsó a számunkra. De nincs nekünk valahol még? Hát emlékszem, hogy készítettem egy csomó repair kittet. Vagy csak gondoltam, hogy készítek, de aztán végül nem készítettem. Na mindegy. Szóval forged iron, duct tape. Mindet készítsd el, légy szíves. Mindre szükségünk van. Duct tape-et is akarunk egy párat készíteni, mert arra is szükségünk van. Glue meg cloth fragment. Glue-ból is van egy jó pár, cloth fragmentből is van egy jó pár. Készíts el 15 darabot, mert az hasznos lesz a számunkra. Tényleg vannak itt ezek. Sort container. Jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy leírta nekem kommentben az, akinek a neve megint nem ugrik be. Ez itt középen. Ez nagyon király. Ez nagyon király. Ez nagyon sokat fog segíteni ahhoz, hogy gyorsabban tudjak elpakolni. Feltéve, hogy be van rakva olyan cucc. Ez zseniális. Ez egyszerűen nagyon tetszik. Jó, hát köszönöm szépen igazából ezt a segítséget, hogy erre felhívtad a figyelmemet. És most ennyi lenne, srácok. A következő részben ezzel a cement mixerrel fogunk egy picit szórakozni. Kicsit feljavítunk egy-két falat, szerintem nem lesz elegendő kövünk ahhoz, hogy feljavítsunk mindent. Ja, szerintem egy picit szórakozunk azzal, hogy feljavítsunk egy-két falat. Szerintem ezen kipróbáljuk, mert kíváncsi vagyok, hogy mennyi lesz az életereje. Amit meg tudnék nézni egyébként, de hogy valamiért számomra logikusabb így ingém kipróbálgatni a dolgokat, mint sem utána nézegetni mindennek. Aztán utána szerintem, ja, tudjátok, mit fogunk utána csinálni? Egy küldetést végre. Megnézzünk egy küldetést. Mert hallottam, hogy tök jó jutalmakat és XP-t is kapunk érte, ami nagyon király lenne. Sokat segítene nekünk. Ha tetszett a videó, lájkold, ha nem tetszett, diszlájkold, iratkozz fel a csatornára, érdekel további tartalom tőlem. És ja, hétfőtől vasárnapig a Game Halom csatornán halomra készítjük a videókat. Sziasztok!